Ma már teljesen másfajta gépparkra van szükség, mint mondjuk 20-30-40 évvel ezelőtt volt szükség. Milyen tanácsokat tudna adni a gazdálkodóknak, hogy hogyan álljon össze egy olyan géppark, amivel igazán eredményesen tudnak dolgozni? Én azt gondolom, hogy a szántás szerepét mindenképpen mérsékelni kell. Ugye ez a legnagyobb mértékű vagy legdrasztikusabb beavatkozás a talaj életébe. A svéd gyártó nem szántás ellenes, mi mindenképpen azt tartjuk fontosnak, hogy ennek a jelentőségét, mértékét kell csökkenteni. Ha pedig valaki úgy dönt, hogy szánt, akkor mindenképpen ezt okszerűen, jól időzítve kell tegye. Mert a legjobb probléma ugye abból adódik, hogy a talaj nedvességtartalmára, a talaj állapotára nem vagyunk tekintetten nagyon sokszor, amikor szántunk. Mi mindenképpen azt mondjuk, hogy lehetőség szerint forgatás nélküli technológiában kell gondolkodni, és az alapeszköz ennek a mélyen járó szántóföldi kultivátor, amely ki tudja váltani az ekét. Itt nagyon lényegesnek tartom hangsúlyozni, hogy nem szabad kompromisszumot kötni a talaj művelés során, az alapművelés során a munkamélység tekintetében. Tehát az eke akkor váltható ki, a szántás akkor helyettesíthető, egy ugyanolyan eszközzel ugyanazt a mélységű lazultságot tudom a talajba vinni. Tehát az alapművelésnél mindenképpen mélyen járó szántóföldi kultivátorokat kell alkalmazni, és utána attól függően, hogy a szármaradvány több-kevesebb maradt a talajfelszínen, annak megfelelően kell megválasztanom, hogy milyen eszközzel. A síktárcsák például, mi ugye a védest, a rövid tárcsákat síktárcsás porhanyítónak hívjuk, ezzel is akarunk arra utalni, hogy mennyire kímélően használható, akár az ősziekben, bizonyos korlátok közt még a tavasziak magátkészítésében is, de itt vannak a jól ismert magátkészítőink, amelyek gyakorlatilag rugalmasan a talajnedvesség függvényében használhatók, olyan lezáró elemmel kombinálhatók, amelyek gyakorlatilag lehetővé teszik, hogy egy nagyon széles nedvesség spektrumban használjuk az adott eszközt. És hát megint csak visszautalnék, ugye itt kellett volna kezdenem a talló munkákkal. Itt nagyon lényeges az, hogy sekélyen, múcshagyóan és mindenképpen visszazártan kell végezni ezeket a talajmunkákat a nyári időszakban. Tehát ma már nem csak ántjuk meg ápoljuk a tarlót, hanem tulajdonképpen gondozzuk a tarlót, és ennek ezek a síktárcsák abszolút mértékben megfelelnek ezeknek az elvárásoknak. A Védelstad állandóan új műszaki megoldásokkal rukkol elő, hogy könnyebbé tegye a gazdálkodók munkáját. A vetés technológiában jelent komoly előrelépést az a vetőgép, amely az Agromas Expon nemzetközi termékfejlesztési különdíjat nyert. A ProSeed változtatható sortávolsággal többféle kultúrában is jól használható, és a kalászosok esetében is a szemenként vetés precizitását, háromdimenziós pontosságot ígér a gazdálkodóknak. Ez a háromdimenziós pontosság azt jelenti, hogy vetés mélység, tőtávegyenletesség és a sorvégek pontos kizárásában tudjuk garantálni. Az újdonság a gépnél mindenképpen az, hogy változtatható a sortávolság. Azt ígérjük, hogy az összes gazdasági növény gyakorlatilag egyetlen egy vetőgéppel elvethető, ugyanis a sortávolság rugalmasan állítható. Tehát 225-250 mm-re tudok vetni kalászosokat dupla gabona sortávolságra. Tovább növelve a sortávolságot 450-500 mm-re tudok vetni szóját, cukorrépát vagy éppen káposztarepcét, és hát természetesen a klasszikus széles sortávú növények, kukorica, napraforgó szintén elvethetők a jól ismert 750-762 mm sortávolságra. Tehát ez mindenképpen egy újdonság ennek a vetőgépnek, és maga a magadagolás módja is, ugyanis annak ellenére, hogy a Védelstad már 2 éve bemutatta az úgynevezett központi magfeltöltésű változatot, ez Magyarországon még nem volt látható, ezen a vetőgépen látható először. Tehát ez nagyon lényeges, hogy azt az igényt próbáltuk kielégíteni, hogy több fajta tulajdonos ma már tud nagyzsákos kiszerelésben vetőmagot biztosítani a gazdálkodók számára, és nyilván ebben az esetben egy központi magtartásokkal könnyebben, gyorsabban feltölthető. Viszont lényegesnek tartom elmondani, hogy a magadagolás pontossága nem változott. Tehát ezen a vetőgépen ugyanaz a jól ismert tempó magadagolási módszer van, mint az összes többi tempóvetőgépen.